Sziasztok fiúk, lányok! Egy új sorozatot kezdek a High Z Just Survivor játékkal. Itt vagyok. Cranberry alatt. Azt azért nem mondom meg melyik szerveren, de... Na majd kitaláljátok, vagy látjátok, vagy valami. Itt eljövök. Beszerző körútra. De el kell ma még mennem Pipe-ér. Csomó dologra. Kell időt szakítanom. Hát aki nem ismeri a játékot, annak... Annak majd játék közben majd mesélek a dolgokról, de szerintem sokan ismeritek. Főleg, hogyha már megnézitek ezt a videót, akkor biztos. De nem nagyon megy fel a komfort érzetem. Van egy jó képünk a kvadom is már. Sajnos egy van már csak, pedig kettő volt csak az. Egyik képzétek, hogy átbagolta a decken is leesett. Leesett a deck alá is. És így a más játékos élet biztos valahol. Craftolok már. Nyilvesszőt. Na. Ott egy zombi. Nem volt nála semmi. Ő veszi a levegőben. Voltam a kórházban, nem olyan régen, ott szereztem ezt a jó kis fucit, gyűjtős ruhát. Hát megnézzük így egyedül. Eddig lehet húzni a szerveren. Ahogy te csávó. Hát nem találom az érzikét. Ó, pont most tart meg. Hát nem vagyok egy mesterlövész, látjátok. Próbálok elé célozni, csak... Ez az. Jó kis zsírt meg kusikát ad. A kis állat. Van még egy iránytű. Oh. Zombi bácsik.
Ó, hát hova lövök? Nem vagyok egy telvilmos, mi? Azért próbálkozunk. Oh, jaj. Hoppa, az adott lootot is. Visszaadjátok a nyilvesszémet. Helyes. Ki ez az embernek? Merre van itt az idő? Na, hát nem tudom, ki volt ez a fiatal ember, de... Ez biztos, hogy nézek. Gyerekek, hájzi egybe! Az vagy senkivel se. Bízzál meg, az akit tudsz, öld meg, mert... Ha nem te fogod megölni, akkor megöl ő téged. Nagy valószínűséggel. Na, ez a játék, ez sajnos ilyen. Ez ellen nem lehet mit tenni. Jártam már úgy, hogy fiatalembert elengedtem, nem bántottam, és utána egy X idő múlva őlött hátba ráadásul. Veszély. Ennyi lehet ez is. Hát szegény srác, így járt. Sajnálatos, de... ez itt a legtöbb túlélő játékra, amit mondtam. Itt is igaz, ne bízz meg senkiben. Ennyi a sztori. Amikor az érdekes volt, hogy fölbukkant a srác. Mondjuk felemelte kezét, de ez nem jelent semmit. Az autó tök üres. És aztán nem volt semmi. Egy kulón van csak, az jó. Nem halt meg. Hát mit nézegedett ez az éjtike? El kell menni haza. Hozni pár skulót. Szereztem egy jó kis sportdorkót, azzal aztán lehet szaladni. Gyorsabban lefutom a százat, mint Carl Lewis annó. Ó, az angyalát neki de megijesztett. Hát most megmutatom nektek, hol lakom. Összerítjettettem egy kis bázist. Amit úgy gondolok, elég erős. Nem lehet, hogy mondjam, könnyen verédelni.
Aztán majd meglátjuk. Most a bázis már több mint egy hete áll. Eddig csak annyi történt, hogy tegnapi nap folyamán valami mókás fiatal emberünk lerakott egy landmine-t a bázisomnak a feljárójához. Egyiket azt észrevettem, az könnyű volt, ugye az ott volt a feljárónak, közvetlenül a kapunál, a másikat fűbe rejtett el, és ott felrobbantam. Itt az Audi Cranberry. A bázisom meg itt van. Mindjárt meglátjátok. Itt lakom. Jelenleg. Itt van az egy kis kvadom. Azt az ajtót nehezen fogja beszárni, de sikerült. Ó, szűbb ajtom. Itt van a kis feteményesen. A korica is fejlődik. Jó van, szuper. Hát ezt kidobom. Ez nem kell. Köszönöm a kis vizet. Van zsír. Egy darab van csak. Hát jó, vékony ez. Kaját azt el kell rúgni mindig, az legyen kaja. Veszek egy ilyen multivitamint, ilyen szart, és hogy ne változzak zombivá. Húzanak, ezt ide berakom. Na, nézzük akkor. Kéne nekünk a Stony Etalont. Ez az, ez az, ez az. Szuper. Jó lesz ez még. Másra nem rédelésnél. Szuper, még elmegyünk vissza, akkor megtöltjük a pegeket. Ja, ez melyik láda? Ez a jó láda, na vagyok. Ó, visz, van nálam. Ja. És szuper, egy kis gránátom. Pushing üzen. Ezt a baltát ide be is rakom, jó nagy helyzet. Viszem magammal. Ő is fegyver, és kulót nem hoztam.
Na most nézzetek, mert csalok. A baj, ez a shiftes dolog nem működik. Ugye, mert nem tudom szétszedni. Vagy miért nem, azt nem tudom. Betárazunk. Ez az. Figyelem, az ajtók záródnak. Ez az. Ez az. Itt van a környéken egy kút. Oda fogok elmenni. Szedek is. Woodsticket is. Hiszem ennél a házakónál van a kutya. Nem, nem, másik házak is van. Töltjük a vizeket. Közben azért figyelni is kell, mert nem lehet itt tudni, hogy mi lesz. Fegyvert kézzel veszem. Utána gyorsan vissza, loholás lesz. Itt volt az utolsó üveg. Irány haza. Hogyha a karakter nem fog a kezébe semmit, akkor ugye gyorsabban fut. De ez a legtöbb játéknál így van. Hát itt is így van. Ott van a kis pityilóm. Szerintem elég jó kis helyre raktam. Igaz, benn van egy földbe. Ne, de azt akartam, hogy te nagyon fedezzék föl, mert hát nem szeretném, hogy kirédálnének flipsrops. Még egy kis woodstick. Jopá, jajjaj. Itt nyomok itt. Na menjünk, menjünk, menjünk. Menjünk, menjünk. Ne habozzunk. Hát ez, mondom ez. Hát
Helyen van. Már nyomok egy jó kis nyúlhusit. Itt vannak kis méheim, megmutatom nektek, mékas. Későbbiekben tervezek ide lerakni szörnenszeket, tehát az még messze van. Hát, hogy el kéne menni gáthoz is, hozni jó pár pipe-ot, már majd csinálni kéne még veteményest. Hát, hogy legközelebb nem is fogok tuzát ültetni, mert abból van egy rakás. Egy kicsit, elcsapatunk körülnézni. Hát, ha van valami autó, vagy valami. Egyelőre nincs sehol senki. Szuper. Hoppa. Nézzétek, itt egy AR. Nem tud semmi. A hányadik iránytű ez? Hát lootolgatunk. Van itt egy kis póló, az az ajtó minek van zárva. Érdem én. Ott egy sniper. Na, nem mozom már, mert nem lesz késem akkor. Hát az autó is tök üres. A kés, nem nagyon szeretem ezt, mert nem jó. A farkas ellen, de hát egyelőre jó lesz az is. Hát itt nagyjából ez van. Hólót összetédjük. Cukor az jó, de hol volt itt cukor most? Lehet, hogy itt van benne ebben? Nem. Na, itt mutatja. Na, de hol? Kenyergem, hol? Ez érdekes. Hát nem tudom, hol állt. Na mindegy.
Ó, ez kell, ilyen kell. Na most mi van? Ez hol mutat itt? Ez a gríz, ami sosem rossz. Egy gránát, ez jó lesz. Gázgránát, ez nagyon jó. Ott van a templom is. Templomnál nincs kocsi. Lőszer. Húzamak. Hát ezek elvileg üresek, hát adok is gyakorlatban is. A szél. Tombol a szél. Hát ez a játék, ez nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tavaly január óta nagyon jobb irányba halad a fejlesztés, de hát még bőven van mit csinálniuk a készítőknek. Ez is üres. Megnézzük ott a I9-be, nem is tudom mi a helynek a neve. Hát ez a szél, komolyan mondom. Néha a frász hozzá rám. Édes kulót Norvi bácsinak. És merre futok? De jó irányba futok, jó van, jó van. Ott van egy báziska. Nagyjából a játékot ismerem. Van a játékban már
1000 plusz órám. Úgyhogy szerintem a mappon bárhova eltalálok bárhonnan. Egy nagyon-nagyon nehéz nekem az erdőbe való tájékozódás, az kegyetlen. Az bizony kemény. Na kicsit gyorsítsuk fel a csajszit ebben a jófajta dorkóban. Aki mondjuk nem tudná, mi a dorkó, a dorkos sportidő. Régen használták így. Lehet, hogy ti tudjátok, de volt egy srác, aki nem tudta, mi az a dorkó. Na nézzük. Egyébként itt találtam a quadot, nem itt pontos, de ezen a helyen. Ott volt. Valaki félre nyomta. Vagy ott hagyta. Itt is szokott autospawnolni amúgy, itt annál az utolsó háznál. Szokott offroad spawnolni. Errefelé nem lehet eljönni. Tök üres. Ez azt jelenti, itt jártak nem olyan régen. Itt szokott egy pick-up spawnolni. Itt a két épület között meg egy rendőrautó, mármint ott. Majd megmutatom nektek, hol szokott spawnolni. Rendőrautó. Itt szokott spawnolni. Itt pontosan. És ez a Butler folyála is igaz. Kipakolták ezt a helyet már. Még ez a nyavajás tűz is. Hát ezt a játék készítők azért rakták vele, hogyha én itt járkálok, hogy lássák a playerek is, hogy itt vagyok. Ott van, ott hát egy ember, látjátok? Bement valószínű a házba.
Hát nem tudom, hol van. Hát eltűnt. De biztos, hogy itt volt. Hát nem tudom, hova lett. Úgyhogy ezt a szabályt ne felejtsétek el soha túlélés játékoknál, hogy valakit, ha meglátsz, akkor lőd le. Valahogy tűz is itt járta, de szerintem elment a player. Hoppa. Pont elmozdult. Álljál, megőzök egy kicsit. Ne. Amúgy én régen nem voltam ilyen játékos, aki mindig lőtt, meg kérdezés nélkül, de hát sajnos ebben a játékban így kell. Hoppá. Na most hova? Állj meg az anyádról. Hát nézzétek meg. Nem vagyok egy PvP császár, mi? Hát ez van. De viszont legalább próbálkozom. Na mindegy, menjünk vissza. Az őzik, ez meg akar halni, de... De viszont rettenetesen meg akar halni. Hát most... Kezd ez már kínossá válni. Na majd most, úgy érzem, most megjön. De így fut, akkor nem. És mindig olyankor áll meg, miután ellőttem a valamit. Na ez az. Adott zsírt bőven. Na, megszelmük azt a bázist ott templomnál.
Hát, mint hogyha úgy emlékeznék, ez nem állt volna itt. Pár napja. Cipőm meg megy el, ezt meg lehet nyitani. Mi volt ez a hang? Rossz ember. Most hova lett javítom? Jó helyen javítok én is, az út közepén. Hát, ha valaki elütt, nem? Ez nem jaros sem. Hát ez szét. Ezt hogy csinálták? És miért csináltak ilyen? Mondjuk egy sniperral itt elég jó lehet. Így kérni, csak nagyon balfaszul van lerakva vagy, vagy ilyen. Nem, ja nincsen, jó ebből csak. Egyszerű. Hát, ahogy látom, nincs itt senki és semmi. Aha. Az a szél, az csak fúj a szél, csak fúj, tombol és tombol. Kár, hogy nem spawnol itt autó. Hát már mind spawnol, csak nem is spawnol. Ez állik ezt az ajtót. A templom az védelmet nyújt. Ide a zombik se jönnek be, legalábbis elvileg.
üres. Üres és üres. Ja, és egy jó tanács, amit én most nem csináltam meg, hogy bejárás vagy bemenéskor figyelni kell, mert raknak le landmine-okat, taposóaknákat. Ilyen vicces rácok. Ez is üres. Biztos, hogy itt jár valaki. Üres palack. Na nézzétek meg, most lett fáradt ez a baby. Aha, trágya. Hát egy trágya is trágya azért. Rá kéne menni trágyázó körútra csak. Na vagy trágya szerző körútra csak. Féltem ezt az egy motoromat. Itt is szokott spawnolni autó, egy itt szokott, egy pickup, egy meg ott a két épület között, a hátsó étterem előtt a parkolóban. Vizecske. Igaz, jó. Ez hihetetlen. Hoppa. Hoppa, hoppa. Meg lesz szám, Soti. Üres ez is. Kicsit alszunk, alvás az jó dolog, az alvás meg az evés, meg a szex, meg a kex. Kíváncsi vagyok, hogy itt ezek az autók.
üresek. Tök üresek, kérem. Én nem tudom, mi van itt. Mi ez itt? Ez a bug? Hány ajtó van itt? 20? El. Itt laknak, ebben a bázisban. Tarpot se ártana. Talánék. Itt még ezeket az autókat. Ó. Tücsöt. Szirítál a tücsöt. Ez is üresek. Mi van itt? Ez is üres. Hát nem bánna, amit is spónolna autó. Szeretnék egy jóképi verdát magamnak. Elég lassú. Ez is üres. Mi van itt? Nincs sehol semmi. Hát ez... Hát innen el kell futni oda, nincs mese. Hát szétfutom ezt a jó kis dorkót. Ez a nagy helyzet. Hát fiúk, lányok, ez a mai videó ez úgy nagyjából eddig tartott. Remélem a következő részt is megnézitek, ha gondoljatok, reagáljatok kommentbe, aki megnézte. Aki nem, az ne reagáljon. Tehát aki nem látta a videót, az ne írjon oda semmit se. Ha. Hát lepakolom majd itt a szajrit, amit gyűjtöttem. És akkor majd lesz következő rész is, ami nem tudom, hogy mi lesz benne, de valami lesz benne. Köszöntöm a figyelmeteket, sziasztok!